Állattartó telepek korszerűsítése. Magyarország az Európai Unió teljes mezőgazdasági termelésének nem egészen 2%-át adja. Ennél meghatározóbb a baromfi ágazat súlya, amely több mint 4%-kal járul hozzá a közösség teljes baromfi termeléséhez. Ebben szerepet játszik a hazai fogyasztás is. Felmérések szerint minden magyar állampolgár 25 kg baromfi húst eszik évente. A több mint 40 millió baromfi korszerű, egészséges és környezetkímélő tartása komoly fejlesztéseket igényel. A Kisvárdai Központú Master Good csoport 6 baromfi telepén, részben Európai Uniós forrásból, összesen 4,4 milliárd forintos kapacitásbővítő fejlesztést hajtott végre az elmúlt években. Magas minőségi igényű vevőnek beszállítani, az mindig egy jó befektetés, egy jó megtérülés az energiával. Évek óta jól működő Európai Uniós támogatási források mindig kiegészítették a beruházásainkat. Ennek a mértéke változó volt 20-40%-ig. Ezeknek a pénzeknek a felhasználása nélkül a mi cégcsoportunk nem tudott volna ilyen ütemben és ilyen színvonalon fejlődni. Ezeknek a forrásoknak az igénybevételével sikerült megteremteni azokat a magas minőségi technikai környezeti körülményeket, amelyeknek a segítségével végül is kvalifikáltuk magunkat egy magasabb termelési szintre. A cégcsoportunk az árbevételének több mint 60%-át exportban éri el, és exportárbevételben realizálja, és ugyanakkor Ausztrália és Új-Zéland kivételével a világ minden kontinensére szállítunk különböző feldolgozott, előkészített és tovább feldolgozott csirketermékeket. A folyamatos fejlesztések eredményeként a családi vállalkozásként működő Master Good csoport ma már beszállítója több nemzetközi áruházláncnak, exportál Nyugat-Európába és Dél-Koreába is, idehaza pedig az összes multinacionális üzletláncban jelen van termékeivel. A 2020-ig szóló vidékfejlesztési program Európai Uniós forrásainak köszönhetően a jövőben még több hazai vállalkozás követheti a kisvárdai példát. Baromfi, sertés és szarvasmarhatartó telepek korszerűsítésére egyenként csaknem 20 milliárd forintos kerettel írtak ki pályázatot, de 4 milliárdos kerettel külön juh és kecsketartó, valamint 6 milliárdos kerettel az egyéb állattartó telepek korszerűsítésére is lehetőség nyílik.